az lenne a kérdésem, hogy ez hogyan, milyen emlékeitek vannak erről, tehát hogy hogyan merül fel ennek az ötlete, mit reagál rá Antal József? Ez valószínűleg több helyi szervezettől is kiindult, Lezsákék ezt fölkarolták, megszervezték, akkora már szerintem úgy tényleg az általános hangulat is már azért jelentősen megváltozott. Nekem van egy személyes emlékem erről, hogy ugye többek között én ott is ott voltam, ahol hát időnként, amikor az a tárgyalás folyt, ugye akkor azért még nem nagyon voltak mobiltelefonok, hát ezek a CB rádiók úgy, ahol működtek. Én tudtam, hogy lesz egy ilyen tüntetés, tehát ugye szervezés alatt van, ráadásul ott ugye ez a Spenót ház, az ablaknál voltam, tehát én láttam is, hogy jön. Ugye egy dolog megmaradt bennem, ugye a végére már ez a három oldalú tárgyalás volt, és ugye a munkaadói oldalnál ugye a Palotás János ült ott nagyon délcegen, és nagyon élvezte a helyzetet, hogy ő most itten politikailag ugye kiemelkedik, és hát nagyon jól érezte magát, mondjuk így, és én figyeltem, hogy hogyan jut el a hír, tehát azért fel lehetett hallani ugye a hangot, a tömeghangját, és hát ugye azért mindenkinek volt valami embere, aki szólt, így vagy úgy, eljutott a hír, és én közben figyeltem a Palotás arcát, mert ezt sajnálom, hogy ez nincs benne a filmben, mert ez filmbe illő dramaturgiai jelenet volt, amikor eljut a hír, hogy és leesik ugye, a Palotásnak, hogy most nem minket éltetnek, hanem ezek minket akarnak felakasztani. Szóval körülbelül ez játszódott le az arcán, egy nagyon érdekes szituáció volt. A tárgyalásokról annyit hagy mondjak, hogy ugye Jóska elmondta, hogy ugye az elején ugye mi volt a helyzet, hogy miért ugye a rendőrség nem működött, azt nem említette, ugye, amit ugye múltkor mondtál, hogy ugye tudni kell, hogy akkor egy olyan ugye nagyon demokratikus berendezkedés volt, tehát a belügyminiszter nem adhatott parancsot a rendőrségnek. Tehát akkor ugye ez a felállás volt, ugye, ami aztán később megváltozott, de akkor épp ez volt a helyzet. Ráadásul egy ilyen hát nem rendőr ember volt a Budapest rendőrfőkapitánya, tehát az egész személyisége is alkalmatlan volt a feladatra, azon kívül, hogy másokra hallgatott, tehát amit a Jóska elmondott, tehát ennek több összetevője volt. Én azt emelném ki talán, hogy az elején, ugye az a filmben is benne van, hogy az elején még lehetett volna sok mindent csinálni. De az ismert okok miatt ezek nem történtek meg. A Jóska elmondta, hogy miért nem. És ugye az is látszik a filmből, hogy azért ezt nagyon sokan azért, ezt nem tudjuk, hogy szervezték-e direkt, vagy csak rászerveztek. Majdnem azt mondom, hogy mindegy, tehát ahogy politikailag ugye az SZDSZ erre ráugrott, hogy ugye most megdöntötte a kormány. És tényleg kialakult egy ilyen helyzet, ami hát ugye egy ilyen válságos, és így meg úgy. Én azt gondolom, és a végé ezt igazolta, és talán a film is finoman utal arra, hogy jó volt, hogy így alakult. Az is jó lett volna, hogyha egy nagyon gyors és hatékony intézkedés van még az első este. Valószínűleg a köztes megoldás az nem lett volna jó, hogyha valahogy nagyon eldurul a dolog. És utána már csak az a megoldás volt hátra, hogy kivárni, tárgyalni, szépen a hangulat megváltozik, azt már lehetett érezni. És a végén ugye erre ment, és ráadásul egy olyan eredmény született, amit a kormány álmodni sem mert. Hogy ugye nagy megállapodás született arra, hogy a világpiaci árakat fogjuk alkalmazni. Tehát nem, tehát magyarul a jövőre is megoldódott ez a probléma. Tehát egy tulajdonképpen, ha így veszük, erről az oldalról is teljes siker, tehát gazdaságilag egy nagyon sikeres eredmény lett a végén, ami egyszerűen a tényleg tárgyalási, meg hát a kicsit azt is mondom, hogy másik félnek a naivitása miatt. Még majd úgyis még beszélünk a végén az interjúról, de azt meg másokat. Én a kormányülés hangulatáról szeretnék önöknek egy pár szóban szólni. Tehát péntek reggel, illetve délelőtt, ahogy jönnek a hírek, hogy folyamatosan áll be a blokkád. Tehát igazából
péntek délutára, péntek estére áll be teljesen országos szinten a blokkád. Tehát addigra zárják le a határokat, a főbb városi központokat, stb. Igazából péntek reggel még csak a hidak vannak lezárva. Tehát ott alakult ki a blokkád. Ennek ellenére valóban folyamatosan csak azok a hírek jönnek, hogy lényegében a magyar társadalom támogatja a taxisokat, péntek délelőtt az SZDSZ kiadja ezt a nyilatkozatot, hogy megbukott a kormány, szakértői kormányra van szükség, nyilvánvaló magukra gondolnak, szakértői kormányra van szükség, stb. Stb. Tehát az SZDSZ egyértelműen politikailag ráugrik. Azért hozom ezt szóba, mert azért van akkor a parlamentben még néhány más ellenzéki párt is. Az MSZP az gyakorlatilag nem mer megnyilvánulni, tehát ők csöndben vannak. De csöndben van a Fidesz is, amelyik akkor még, ha emlékeznek rá, azért az SZDSZ-nek egy fiók csapata. Olyannyira csöndben vannak, hogy azt kell mondanom, szintén Horváth Pál, és bocsánat, hogy megint ráhivatkozom, ők találkoznak az Ablak című műsorban pénteken Fodor Gáborral és Orbán Viktorral, ezt egyébként Gábor is megerősítette, Fodor Gábor is nekem egy beszélgetés során, tessék? Aha, nekem ezt a világos, de a folyosón találkoznak ők, ahol Viktor is és a Fodor Gábor is azt mondja a taxisok vezetőinek, hogy fiúk, abba kéne ezt hagyni, ez nagyon veszélyes, nem kellene ezt csinálni, be kéne fejezni. Sőt, Orbán Viktor aznap délután Mosonmagyaróváron tart egy beszédet, ahol szintén a demokrácia bukását látja, ez folytatódik, tehát ő is lényegében ezt mondja, hogy ezt be kéne fejezni. Sőt, amikor be is fejeződik a taxisblokkád, és Antal József felépülve először találkozik Orbán Viktorral, Orbán Viktor azt mondja neki, hogy miért nem löktétek be a Dunába az első taxikat. Tehát ő így kezelte volna ezt a kérdést. Tehát, de visszatérve a kormány hangulatra, tehát péntek reggeltől kezdve mi azt érezzük, hogy az egész ország ellenünk van, be vagyunk zárva oda a parlamentbe, tehát gyakorlatilag tényleg egy nagyon rossz hangulatban van a kormány, és ezért ér bennünket olyan élményként az a hír, hogy szerveződik ez az ellentüntetés, és amikor valóban odaér a tömeg a parlament épületéhez, egyébként a film nagyon jól mutatja, hogy a téren vannak a taxisok, tehát a tömeg a parlament fala mellett tud csak eljönni, és amikor Balázs, Horváth Balázs kihajol az ablakon, hogy integessen nekik, és talán emlékeznek rá, akkor mondják, hogy részeg volt és imbolygott, határozottan állítom, hogy nem így volt. Ugyanis ha valaki járt a parlamentbe, a parlament fala az körülbelül ilyen vastag. Balázs egy magas ember volt, de ahhoz, hogy le tudjon nézni a tömeghez, a főemeletről, ahhoz nagyon ki kellett hajolni, de ki se tudott annyira hajolni, ezért az egyik kollégám a térdénél fogva emelte meg a Balást, és hát nem tudta jól tartani értelem szerint, hát egy több mint 100 kilós ember, közel 2 méter magas embert kellett így tartani, tehát az imbolygás ennek volt köszönhető, hogy nem volt stabil. A filmben ez úgy van ábrázolva, hogy föláll egy fotelnek a karfájára, nem így történt, mondom, egy kollega, Patkócsi Tóni, az uraknak mond ez a név valamit, ő tartotta meg a térdénél fogva a Balást. Megvallom őszintén, nekem a filmben az sem tetszik, hogy be van játszva egy olyan jelenet, amikor ő tölt magának és iszik, hiszen ez is hozzájárul ahhoz a hiedelemhez, amit akkor elterjesztettek, hogy biztos részeg volt és azért imbolygott. Nem tagadom, hogy a Balázs természetesen soha nem vetette meg az italt, de nem napközben, hanem kormányülések után, ezt épp az uraknak a múltkor is elmeséltem, Kupa Misivel együtt vége volt hajnali 3-kor a kormányülés, jöttek oda hozzám, hogy van, ez volt a jelszó. És persze, hogy van. Ugyis a protokoll főnök Görög Gibolya mindig betett egy üveg unikumot a szekrényembe, az irodámba, ilyenkor lementünk hajnali 3-kor
Délelőtt 10-kor csütörtökön elkezdődik a kormányülés, gondolhatják, hogy mennyire pihent volt az ember. Péntek hajnali 3-kor véget ér, lementünk az irodámba, ott megitták az unikumomat, elszívtak 2 doboz cigarettát, mert lánzdohányos volt mind a 2 úriember, és van 4:30-5-kor aztán hazavitte őket a sofőr, én megvezetettem haza, másnap jöhettem be 8-ra a parlamentbe dolgozni, tehát nagyon imádtam a 2 urat ilyenkor. Ettől függetlenül természetesen nagy élmények voltak ezek a 6 szem közti beszélgetések. Tehát szeretném cáfolni még egyszer határozottan Balázs nem ezért indbolygott, hanem azért, ahogy én önöknek ezt elmondtam. Egy filmes jelenetet látunk ismételten. Klára asszony átadja Kolnak a mobiltelefon számát Antal Józsefnek. István, a film szerint neked volt ez a feladatod, hogy levadászd a német kancellárt. Hát ez mennyiben fedi a valóságot, ez a jelenet? Hát ez egy film jelenet. Nem volt. Ismételten Göncz és Antal találkozását láthatjuk, és van a filmben egy jelenet, 56-os találkozását láthatjuk, ahol Kovács Gyula titkáraként mutatkozik be. Viszont van egy fontos dolog. Tehát elnézést. Ez a névjegykártya, meg feleség, meg tánciskola, ez a filmben ez. De tényleg beszél Antal József egyébként Kollal, tehát csak ennyit. Ja, igen, csak hogy azért hozzátartozik a történet. És az is igaz, hogy így sikerül forrást teremteni, tehát ez is ugye a valóságoknak megfelelő, csak az a jelenet, egy kitaláció, hogy Klára asszony adja át a telefonszámot. Aztán ugrunk a filmben, láthatjuk Göncöt, illetve Antal Józsefet még 56-ban, és ugye Göncz Árpádnak a filmben van egy jelenete, ahol elmondja, hogy apa komplexussal küzd, vagy inkább ez Antal József mondja róla. Erről mit tudtok, hogy ez mennyire lehet valós, vagy mennyire lehet kitaláció? Göncz Árpádnak van egy életinterjúja, 37 oldalon keresztül elmeséli lényegében az életét, és ott szó szerint fogalmaz így, hogy az apjával szenvedett, tehát neki egy apa komplexusa volt, és lényegében az a mondat, ami a filmben elhangzik, ez Göncz Árpád részéről ebben az életinterjúban szó szerint így elhangzik, tehát azt kell mondanom, hogy ez is hiteles, bár nem egymás között, tehát nem Antal és Göncz között hangzik el. Én olyan emlékem van a kettőjük kapcsolatáról, természetesen a 3,5 év alatt nagyon sok minden történt, a teljesen baráti viszonytól egészen a nem túl baráti viszonyig. Amikor még úgy, ahogy baráti viszony van, Göncz Árpád, amikor valamilyen ügyben átjött miniszterelnök úrhoz, és valami jogi kérdés merül fel, akkor Göncz Árpád a következőt mondja, hogy Jóska, te sokkal jobban tudod a jogot, és ismered, mint én, miközben én vagyok a jogvégzett. Mert ahogy tudják-e, hogy Göncz Árpád jogvégzett volt, Antal József viszont nem. Tehát ez a kisebb rendű érzés azért például ebben a megjegyzésben is akaratlanul megjelenik. A filmben szóba került már Palotás János, és ismételten jön egy jelenet, ahol ő szerepel, vagy nagyobb szerepet kap, és azt számomra itt az érdekes, hogy a szözbe kerül ő oda, miközben függetlenként az MDF frakciójának a tagja. Nem összeférhetetlen az, hogy ő eközben a kormánnyal tárgyaló félnek az egyik résztvevőjeként is jelen van? Tehát mai fejjel ez nonsens. Hát a mai fejjel, ugye ez nonsens, akkor az egy ilyen ultrademokratikus párt volt, ez az egyik, nem úgy, mint most. A másik pedig, hogy Palotás akkor már a saját politikai karrierjét építette, és készítette elő az ő leendő pártját, ugye a vállalkozók pártját, tehát őt ez különösebben nem zavarta. Szerepel egy Antal Göncz kórházi beszélgetés, amit kiveséztünk, hogy amíg te ott voltál, nem találkoztál vele, de ettől függetlenül mi meg is történhetett. Viszont visszamegyünk ismételten 56-ba. Hogyan értesült az osztály arról, hogy Antal József továbbiakban nem tanít benneteket, és ha már ott volt, mondott-e még, vagy mi volt az utolsó üzenet, vagy mondat, amit mondhatott nektek? 1957. március 15-e előtt a politikailag magukat esetleg
aktivizálható, vagy aktivizálandó embereket az állambiztonság akkori szóval élve begyűjtötte. Antal József is ezek közé tartozott, e tekintetben is a film pontosan mutatja, hogy eltűnt néhány napra, március 15-e előtti napokban már nem volt az iskolába, majd néhány nappal később megjelent, nem szólt semmit sem arról, hogy mi történt vele az elmúlt napokban, és a filmmel ellentétben tartott még egy utolsó órát, teljesen szokott körülmények között, majd az utolsó 5 percben ezt a bizonyos talajvani mondást írta fel a táblára, hogy a szerelemben és a politikában nincs soha és nincs mindig. Ezt ő szerette franciául is idézni, fölírta a falra, fölírta a táblára, becsukta az osztálykönyvet, kiment az osztályteremből, és a mi részünkről tanárként soha nem találkoztunk már vele. A történethez hozzá tartozik az, hogy a Toldi gimnáziumba került még egy ideig tanárként, majd utána tiltották el 1959-ben a tanári pályától. A film szerint ezt követően megszületik a pizsamás interjúnak az ötlete, gyakorlatilag a kórházteremben. 2010-ben beszélgettünk erről is, és pontosan tudjuk, hogy Páfig Istvánnak inkább az ő fejében született meg, és Feledi Péter is annó jelezte, hogy mi is volt ennek a interjúnak a létrejöttének a közvetlen története, környezete. Meg is jelent könyvünkben, úgyhogy ezt az interneten is bárki el tudja már azóta olvasni, úgyhogy folytassuk azzal a gondolatmenettel, hogy van itt egy könyvtáros jelenet, ahol egy diák, aki Somlai, felkeresi Antal Józsefet. Ez hogy történt pontosan? Ha szabad egy kicsit most Somlai személyéről is beszélni, ugye? Somlai egy képzelt figura, mint kiderült, tekintettel arra, hogy nem volt olyan személy hármunk között egyik sem, aki tanítvány lett volna és a taxisblokád idején a miniszterelnök közvetlen munkatársa, ezért jelenleg is így áll fel a csapat, hogy két kollégám, egykori kollégám a taxisblokád idején is a miniszterelnök közvetlen munkatársaként dolgozott, én pedig tanítványaként, és akkor valószínű, hogy ez az utolsó megszólalás, ezért mondom is, hogy teljesen véletlen volt, hogy a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Vadász utcai fiókjába, ahova én rendszeresen jártam könyveket kölcsönözni, benyitottam, bevittem a visszaviendő könyveket, talán éppen késésben is voltam, letelt a határidő, és éppen azon gondolkodtam, hogy hogy fogom én ezt most itt a könyvtárossal elintézni, mikor legnagyobb meglepetésemre ilyen szürke, egérszínű köpenyben ott találom az én tanáromat, aki a szokásos, elegáns öltönye helyett egy abszolút könyvtárosi öltözéket viselt, azt a film jó adja vissza egyébként, és akkor tudtuk meg, hogy ebben a könyvtárban dolgozik, és néhány évig ott is maradt. A történethez hozzátartozik, hogy társaságunk alapító tagja Kaproncai Károly egyszer egy ünnepségen részletesen felevelenítette ezeket az éveket, és jelezte, hogy nem csak Antalt, hanem sok más tudományos pályára lépni vágyó szemét, hogyan próbált a rendszer olyan helyzetbe hozni, hogy saját maga fölmondjon. Általában levéltárakban, könyvtárakba kerültek, és az volt a cél ugye a rendszernek, hogy megtörjenek, megunják, és akkor ott hagyják ezt a pályát is, de el lehessen mondani, hogy nem ők tiltották el mondjuk ettől a pénzkeresettől, hanem saját maguk távoztak. Van itt egy olyan jelenet is, ahol kiderül, hogy Antal József ugye nem lehet rajta a tablón. Erről neked van esetleg bármiféle emléked, vagy tudsz-e olyan osztályról, ahol ez ténylegesen ugye megtörtént, hiszen te nem az osztály, tanított, viszont nem az osztályába jártál, nem az osztályfőnököd volt. Esetleg tudsz-e arról, hogy az eredeti osztályával ez ténylegesen megtörtént-e? Igen, ténylegesen megtörtént. Mindig, hát akkor, tehát nem tudom, hogy manapság is megteszik-e, divatos dolog volt lévétségi előtt osztálytablókat készíteni, amikor az ő osztálya, amely 1959-ben évettségizett, amelynek az első osztályfőnöke volt,
elkészítette volna az érettségi tablót, arra gondoltak, az egykori osztályfőnököt is, ami szokás volt, hogy ha nem is tanította őket, már az érettségi évében ráteszik a tablóra, ezt az iskola vezetése letiltatta, és ekkor találták ki azt a megoldást, hogy készítenek egy olyan tablót, amelyen rajta van a teljes osztály, mindenki névaláírás nélkül, és ennek közepén egyetlen tanár, ugyancsak név nélkül, Antal József, ezt adták át neki ünnepélyesen ebben a jelenetben.